2 perces felszólalásra jelentkezett Apáti István képviselő úr, Mi Hazánk, parancsoljon. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök asszony. Részben Herceg képviselőnek is szeretnék reagálni, mert nehogy itt valami rosszul rögzüljön, vagy esetleg hirtelen támadt indulatomba félrejthetően sem szeretnék fogalmazni. Nyilvánvalóan a háború kitörése növelte az inflációt, ez a mondat így igaz. De az infláció megindulása, meglódulása, jelentős megemelkedése már jóval a háború előtt elkezdődött, amely körülményre nagyon jelentősen ráfűtött a háború kitörése. Ez kétségtelen tény. Ez nem kell sem jogásznak, sem közgazdásznak, sem parlamenti képviselőnek lenni, de az a hivatkozás, az egy finoman szabva is megtévesztő és csúsztató jellegű hivatkozás, hogy önmagában, mert sokszor ez jön le a kormányzati kommunikációban, a háború és a háborús szankciók azok, amelyek kiváltották volna az inflációt. Ez arra játszik rá, hogy azt gondolják sokan esetleg a kormánypárti képviselők közül, hogy az emberek képtelenek visszaemlékezni a 2021 nyár végi, korai őszi vagy késő őszi folyamatokra, amikor bizonyos árstoppok már érvényben voltak, úgyhogy a mondat így ebben a formában teljes körű, és így igaz, úgy hiszem, hogy ezt még önök sem tudják egyébként cáfolni. Csak arra próbáltam itt felhívni a figyelmet, hogy próbáljuk meg kicsit nagykorúnak vagy felnőttkorúnak nézni a magyar emberek döntő többséget, és azt feltételezni, hogy azért jelentős részük vagy túlnyomó többségük képes visszaemlékezni 3 hónapon túli, vagy 3 hónapnál régebbi eseményekre is. Az pedig egyébként tényleg rendkívül irritáló, hogy csak a sikerekért felelős a kormányzat, és nem látják a felelősségüket, a hibáikat, itt önök a körülmények áldozatai, te mint a rossz focisták, mert a focistának nem megy ugye a játék, akkor a levegőpáratartalmától, a pályatalaján át, a partjelzők, a játékvezető, hogy mindenki felelős mindenért, a stadion hangulata, a lelátó, építési szöge, minden, csak ő nem, tehát nem az, hogy ő nem tud focizni, vagy gyengén focizik, hanem ő a külső körülmények áldozata. Hát hogyha fennen hirdetik azt a kevés sikert, amit fel tudnak mutatni az elmúlt 13 évben, akkor vigyék el a balhét, és vállalják a felelősséget a kudarcokért és a magas inflációért is. Köszönöm.